Krix Lőrinc helytörténészeket meghazudtoló kutatási eredményeket tud felmutatni. Lelkesedése, magával ragadó, miként életszeretete és életfelfogása is. Többek között az ő kutatásainak köszönheti Bátaszék, hogy a település múltjának egy szelete feltárult, és az is, hogy a sport történelme nem merült feledésbe. Cikkek, könyvek jelzik, hogy lelkes kutatói munkája nem volt hiába való. Ez a hobbi úgy indult, hogy a művelődési ház dolgozói felkérték, kutasson utána Bátaszék egykori település részeinek. Krix Lőrinc egyébként nem csak helytörténeti kutatásra adta a fejét, más szakemberekkel együtt megalapította a Vica János sportközalapítványt. Egy cél lebegett a szemei előtt, Bátaszék sporttörténetét megörökíteni. A második világháború után az utazás az nagyon nagy problémát jelentett a sportolók részére. Bátaszék az egy vasútos sportegyesület volt, szabad jeggyel közlekedhettek a sportolók, sőt, vasúti összefogással egy személy gépkocsi, személy vagonból egy sport vagont állítottak össze nappalival, főző lehetőséggel, szállással, tehát ha elmentek Debrecenbe, Győrbe, vagy Székesfehérre, bárhova, Pestre, például a Kosarasok MB2-be szerepeltek, akkor nem kellett szállodára költeni, mert ebben a sportkocsiban az élhetőségi lehetőségük a minden. Na most hát ezt a sportmúltat gondoltuk, hogy ápoljuk. Elkezdték Bátaszék nevezetesebb sportlétesítményeit elnevezni. Novák Istvánnak, egykori testnevelő tanárnak márványtáblát állítattak, a tornacsarnok falára pedig szintén egy táblát helyeztek el, rajta 20 Bátaszék sportéletéért sokat tevő ember nevével. Azért, mert sportoltam valamikor, és meg úgy érzem, hogy a Bátaszéknek ezt a múltját, sportmúltját, ezt valakinek ápolni kellene, és át kellene adni, emlékeztetni a mai ifjúságot, vagy a későbbieket is ezekre az emberekre, ezeknek a nevére. Krix Lőrinc bár nem Bátaszéken született, imádja ezt a települést, ezért is szeretné felkutatni a múltját. Újvidékről egészen kalandos úton került Bátaszékre. Én Bátaszékenek érzem magam, tehát 10 éves koromtól itt élünk Bátaszéken, és minden ide köt, elfogult vagyok egy kicsit a Bátaszékkel. Krix Lőrinc átlagos sportolónak vallja magát, futballozott. 1953-ban és 54-ben stabil tagja volt a megyei ifjúsági válogatott csapatnak, majd légvédelmi válogatottba került. Profi sportolónak hívták, a Szekszárdi Dózsához akarták átigazolni. Édesapja ezt nem engedte, így könyvelővé vált. A Lepert-Pusztai Állami Gazdaságban dolgozott 2 évig. Azt mondta, akkor nagy kulturális élet zajlott a település azon részén. Majd a Bátaszéki TSZ-nél dolgozott, főkönyvelő helyettesként ment nyugdíjba. Általában minden érdekel. Könyvet, megmondom őszintén, nagyon rég olvastam, mert a régi újságokat olvasom. Ez maga a történelem. Elevenedik a gyerekkori emlékeim, a régi Rákosi időszak, Kádári időszak és az egész rendszerváltás, és az ember ezt végigolvassa az újságokba, újra átéli ezt, és itt találok olyan dolgokat, amit közre akarok. Úgy érzem, hogy közérdeklődésre számít, és ezeket közreadtam. Továbbra is ezeket a régi újságokat olvasom. Ha fogok találni olyasmit, amit érdemes közreadni, akkor ezt feltétlenül közre fogom adni. De ami a legutóbbi, amit én szenzációs dolognak tartom, ugyanebben az újságban 1962-ben megtaláltam Bátaszék első tanítóját, 1754-ben. Ezt az embert Kolb Lőrincnek hívták. De megvan a második, harmadik tanító is, de azt hiszem egy kész csoda, ezt odaadtam a Cikádorba, hogy közöljék le. Nem tudom, még nem kaptak helyet, de remélem le fogják közölni. De mondok valami csodálatos dolgot, amit azt hiszem mindenkit meg fog lepni, hogy 1754-ben
lakosság száma Bátaszéken 3988 volt, két német osztályba 405 gyerek járt, két osztályba. Uh-huh. Az első osztályba 260 gyerek járt. Hogy lehetett ezeket tanítani? Milyen sokan voltak? Így van. A második osztályba 145 gyárt. Magyar iskolának a tanulója 95 fő volt. Tehát ez egy olyan része a Bátaszék történetének, amit feltétlenül meg kell, hogy ismerjen mindenki.